Szokoli és Angyali történetek. Nemrégen itt a szomszédvárosban Kiskörösön tartottál ezzel a címmel egy előadást. Most más címe van az előadásnak, Trütkó túlmegy minden határon. Azért maga a tartalom valamilyen szempontból megegyezik? Megegyezik, de főleg az ideológia egyébként azért történt, ez egy tök furcsa dolog. Valakik mások elkezdtek ezen a címen egy előadást tartani, én pedig konfliktuskerülő vagyok, nem kitértem a dolog elől, és nagyjából ugyanaz, de az én ideológiám mindig ugyanaz, tehát ami engem érdekelt, abból előbb-utóbb film lett, az utána könyv lett, ami könyv lett, az előadás lett. Én azt szeretném, hogyha ezek az emberek nagyon sok nevetés után, 2 óra múlva, hát gondolva a saját életüket, úgy állnának fel és úgy sétálnának haza ebből a teremből, hogy sokkal erősebbek lettek. Tehát egyébként milyen érdekes, hogy mondod, hogy a közelmúltban Kiskörösön, ez másfél éve volt. Tehát a közelmúlt az másfél év, és nem régen, és az egy másfél év volt. Minden pillanatára emlékszem, mert éppen akkor újították fel a művelődési központnak a környékét. Remélem, hogy hasonlóan ahhoz, hogyha jól emlékszem, akkor nagyon-nagyon sokan voltak. Remélem, hogy itt is sokan lesznek, és megelégedésre szolgál mindaz, amit megpróbálok nekik bemutatni. Tehát a történetek azok ugyanazok lesznek, vagy legalábbis hasonlóak, de azért a mostani könyv kapcsán is kerül bele valami? A mostani könyv kapcsán nincs mostani könyv, a mostani könyv az majd csak hónapok múlva érkezik. Nyilván mesélek egy nagyon picit majd arról, de ez a föld körüli utazás, ez nyilvánvalóan, én most Soltvadkerten vagyok, tehát nem a kiskunhalasi, kiskunfélegyházi vagy kiskörösi embereknek mesélek, és biztos vagyok benne, hogy akik itt vannak, először találkoznak, vagy nagyon sokan először találkoznak velem, tehát az előadást, gyakorlatilag ezt a színpadi, színházi előadást, ezt ugyanazt fogják látni. Ugye tévedtem az előbb, mert nem könyv, hanem egy filmet készített a Trianonnal kapcsolatban. Mindig bevállalós volt, vagy legalábbis mindig ugye túlmegy minden határon, ennek egy másik értelme is van. Ugye azért én úgy látom, hogy igyekezett mindig szembe menni a dolgokkal, és most is ezt csinálja. Jól látom, jól gondolom? Hát ha nem is szembe menni, hanem azt mondom, hogy más szemüvegen keresztül nézni. Tehát engem nagyon sok minden... Én megengedhetem magamnak azt, hála jó Istennek, hogy a saját érdeklődésem után menjek. Tehát én egészen biztosan nem leszek gazdasági újságíró, politikai újságíró, mert egyszerűen nem érdekelnek, vagy a tudásomtól távol áll mindaz, ami abban a szférában zajlik. Én az emberek, kis emberek, hétköznapi hősök, kalandos utazások szemszögéből valami más próbálok megbemutatni. Viszont sokan kérdezik azt, hogy oké, egy újságíró kiáll a színpadra, és miért vannak ilyen sokan, és miért voltak tegnap Vásáros Naményban 500-an, vagy miért voltak más helyszínen nagyon sokan, és nem tudják, hogy mi fog történni. És ez egy óriási felelősség, mert lehet, hogy szerették a filmemet, olvasták a könyvemet, de kiállok a színpadra, ez a legkegyetlenebbül őszinte műfaj. 5 perc múlva, ha unatkozik, akkor unatkozik. És én nem akarok úgy hazamenni, hogy azt mondják, hogy na, megnéztük, és csalódás volt. Tehát én mindent meg fogok tenni azért, hogy ez egy nagyon erős, izgalommal, kalandokkal teli este legyen, ami után mindenki megelégedésére sétál haza, és kérlek is téged, hogyha itt maradsz, nem tudom, hogy itt maradsz-e végig, hogy felhatalmazlak arra, hogy amikor jönnek ki az emberek, kérdezz meg tőlük csak ennyit. Milyen volt? Elégedett volt-e? És nyugodtan bárki bármit mond, vágd be az adásba. Én tudom a kiskörösi előadás kapcsán, hogy én legalábbis úgy jöttem ki, hogy azt éreztem, hogy azok az emberi sorsok, amikkel ott megismerkedtem, sokkal rosszabbak, mint az enyém. Miért vagyok én elkeseredve? Tehát ez ad az embereknek többletet? Ettől lesz majd más, amikor föláll a székből? Egy picivel a mondat jelentős része tökéletesen igaz, amit mondtál, egyébként az egész igaz, inkább más mondok. Úgy mondom, hogy sokkal nehezebb helyzetből is föl tudnak állni, sokkal nehezebb helyzetből is tudnak boldogok lenni. Akkor mi miért panaszkodnánk? Nagyjából erről szól. Trütkó túlmegy minden határon. Én úgy tudom, hogy holnap már újabb határok következnek, amit át fogsz lépni. Magyarország. Szeretnél erről beszélni, vagy sem? Magyarországnak 7 határa van, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. Bármelyik országban átmehetünk a határon. Van olyan ország, például Ausztrália, ami kontinensnyi ország, és egyetlen szárazföldi határa nincs. Nekünk meg alig néhány kilométerre itt vannak a határok. Elképzelhető, hogy átlépek valamelyik határa.